Üdvözlünk a Vacsmondzsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával elhoztunk nektek 10 dolgot, amit csak a felnőttek vettek észre a Scooby-Doo franchise-ban. But you've got a job as a teacher. Why do you need more money? Sziasztok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban a Scooby-Doo franchise legjobb popkulturális utalásait és gegjeit vesszük szemügyre, amelyeket valószínűleg csak a felnőtteknek sikerült megfejteniük. 10. Utalás Rorschachra. A Scooby-Doo sorozatokban nem ismeretlenek a crossoverek, különösen DC karakterekkel találkozhattunk már többször is. A Rejtély RT találkozott már Wonder Woman-nel, harcoltak Jokerrel, sőt, még Batman-nel is összefogtak. Batman, what was that you said about running? It's a natural response. Yeah, that. Run! Ennek ellenére még így is meglepett minket egy határozottan érettebb DC utalás az egyik Rejtélyek nyomában epizódban. Miután az egyik rész elejét árruhában töltötte, Vilma végül ezzel a mondattal leplezi le magát. Velma? Who were you expecting? Rorschach? Természetesen itt a Watchmen erkölcsileg összetett főhősére utaltak. Bár elképzelhető, hogy a gyerekek is ismerik a maszkos igazságosztó állandóan változó arcát, de reméljük, hogy egyikük sem látta vagy olvasta a vérfagyasztó történetet. 9. Kolon hidroterápia. I'm looking for a Mr. Rogers and a Mr. Dew. The detectives? Amikor Bozont kifejti, hogy ő és Scooby kerülik a kísérteties helyeket, mindenki arra gondol, hogy kísértett házakról, temetőkről és elhagyatott helyekről beszél, de senki sem számít arra, hogy Scooby felhozza a kolon hidroterápiás klinikákat, mint a legfélelmetesebb hely. Oh, we don't go near any place with spooky, haunted, forbidden, or creepy in the name. Well, hydrochronic? Right, or hydroclonic, but that's for a whole different reason, man. Ha esetleg nem tudnád, hogy mi is az a kolon hidroterápiás kezelés, akkor elmondjuk, hogy az egy orvosi eljárás, amely a vastagbélből származó salakanyag kiürítésére szolgál. Ennek során egy hosszú csövet vezetnek be az alsó régióba, ami segít felkészülni a végbéltükrözésre. Igen. Szóval nem valószínű, hogy sok gyereknek volt már ilyen élményben része, vagy egyáltalán tudja, hogy miről is van szó, így egy rajzfilmben ilyen kifejezést hallani eléggé furcsa volt. We're here to solve a mystery. Oh. Yes, Scoob! 8. Tisztátalan lányok. A legtöbb Scooby-Doo gonosztevőt inkább a vagyon értéke, mint tisztasága érdekli, de Hebedája Green bíró kivételnek bizonyult ebben az esetben. All shall be judged, and all shall be punished! Egy élőhalott zarándok külsejét magára öltve Hebedáján megtámadja a nőket, mert szerinte tisztátalanok, és elítéli a viselkedésüket. For your painted faces, and clothes that rise above the ankle and fall below the neck, you three women folk shall be judged! Az egyetlen nő, aki biztonságban van a haragjától, az Vilma, akit egyszerűnek és csábíthatatlannak tart. You shall be spared. You are a model of purity, plain, wholesome and untempting. Az epizód végén kiderül azonban, hogy a bíró valójában csak két tizenéves fiú áruhában. Oh, how did you know? Yeah, we were like totally sneaky. Úgy tettek, mintha megmentenék a lányokat az ítélkező bírótól, hogy imponáljanak nekik. Ez egy eléggé csavaros játék volt, ami remélhetőleg soha nem jutna eszébe a sorozat fiatal nézőinek. The real question is why? 7. Steve Buscemi hírneve. Steve Buscemi számára nem idegenek a gyerekbarát produkciók. I'm in the zone today, Sullivan. Gonna be doing some serious scaring. Ő volt Randy Kusz hangja a Szörnyertében, és igen emlékezetes mondatokat mondott a Kémkölykök második, illetve harmadik részében is. You think God stays in heaven because he too lives in fear of what he's created? Vicces módon, amikor a színész feltűnt a Scooby-Doo és Sztársai című cameo alapú sorozatban, a készítők úgy döntöttek, hogy utalnak néhány korábbi felnőtteknek szóló szerepére. You got me all wrong. You are the Steve Buscemi. I've seen you do terrible things. On screen. That's not me. That's a character. Az epizód során Steve Buscemi többször összekeverik egy bűnözővel, emlékeztetve a nézőket a színész olyan filmekben és sorozatokban játszott szerepeire, mint a Fargo vagy éppen a Mafiózók. The wicked, wicked gangster. Everyone, please, calm down. Those are just all parts I play in the movies and television. Nem valószínű, hogy a fiatal közönség látta, vagy akár csak hallott volna a filmográfiájáról, így ezek az utalások egyértelműen csak a felnőtteknek szóltak. These are all just roles I play. I'm actually a really nice person. 6. Tanárok fizetése. Gyerekként könnyű elfelejteni, hogy a tanárok ugyanúgy emberek.
All right. Who can tell me what photosynthesis is? Ritka, hogy egy gyerek egyáltalán leüljön és elgondolkodjon azon, hogy mit eszik a tanára vacsorára, arról nem is beszélve, hogy mennyi pénzt kap egy évben a munkájáért. Sajnos a valóság sok tanár számára, hogy igencsak alul vannak fizetve. Amikor kiderül, hogy a rejtélyerté bandája által üldözött gonosztevő egy pedagógus, Diana egy pillanatra összezavarodik és elgondolkodik azon, hogy egy tanár miért folyamodna ilyen tettekhez. Aztán mindannyiuknak eszébe jut a szakma alantas fizetése. But you've got a job as a teacher. Why do you need more money? Oh, my bad. A mostani magyar helyzet talán jobban rávilágít egy fiatal számára is, hogy mekkora probléma is ez, de azért sokan még mindig nem érzékelik ennek a valódi súlyát. 5. Scooby meglátogatja a vörös szobát. A rejtélyek nyomában második évadában egy vörös függönyökkel körülvett, fekete-fehér padlóval ellátott szobába kapunk bepillantást, amelyet Nappalinak neveznek, és egy alacsony, középkorú férfi táncol benne. Welcome to the sleeping room, Scooby-Doo! A sorozat célközönsége számára ez a helyszín valószínűleg csak furcsa és nyugtalanító, de az idősebbek talán felismerik a Twin Peaks vörös szobáját. Az animált helyszínt szinte pontosan Mark Frost és David Lynch szürreális sorozatából emelték át. Like Scoob, where's your little dancing dude? I don't know. A táncoló fickó pedig maga az ember a túlvilági helyről, azaz Michael J. Anderson volt. A Twin Peaks egy olyan sorozat, amelyet még néhány felnőtt is nehezen értett meg, így a gyerekek valószínűleg alig ha díjazták ezt a sokrétű utalást. I don't understand. Oh, Daphne, we are soulmates. I never understand anything. 4. F-bombák ledobása. Az F-bomba kifejezést akkor használják, amikor angol nyelvű emberek elejtenek egy jó ízes káromkodást, általában a fuck szó valamilyen formájában, ami nálunk annyit tesz, hogy b***d meg. Az egyik Scooby-Doo sorozatban is ledobnak egy F-bombát, de itt az F a falkorra, vagyis a sólyomra utal. Miután Bazont azt javasolja, hogy kék sólyom dobjon le néhány F-bombát, a szuperhős azt mondja neki, hogy inkább maradna korhatáros, és ezzel egyenesen elismeri a kétértelmű. Kék sólyomnak és apjának nem idegen ez a fajta kockázatos szójáték, hiszen a filmben a páros által írt könyveket is bemutatják sólyom nélkül és csak sólyommal címmel. A copy of my dad's autobiography, No Falcon Around, and my lighthearted follow-up, Just Falcon Around. Egyértelmű, hogy az írók jót szórakoztak a karakter nevével. If mom's away! 3. Blair Witch lökhárítók. Bár a 90-es éveket nem tartják a horror egyik legjobb évtizedének, mégis született néhány mára már ikonikussá vált klasszikus. A közönség megismerhette például Tim Curry Pennywise-át az Azt című sorozatban, és először találkozhatott Ghostface-el a Sikolyból. Az évtized forradalmasította a found footage horrort is, az ideglelés The Blair Witch Project 1999-es megjelenésével. I'm so sorry for everything that has happened. A Scooby-Doo az utóbbi film rémisztő energiáját akarta újra teremteni, és ez tulajdonképpen sikerült is a The Scooby-Doo Project című filmmel. Have you heard these woods are haunted? You can't stay away! Those woods are cursed! Eredetileg a Scooby-Doo merre vagy egymást követő epizódjai között játszott, rövid kisfilmekként parodizálta a horror klasszikust hónapokkal annak megjelenése után. Somebody's been in our backpacks! They ate our food! Scooby-Doo! Biztosan eléggé fura lehetett a gyerekeknek az erdőben elveszett rejtélyes bandát látni, anélkül, hogy teljesen felfogták volna, miért is annyira félelmetes ez. Daphne, come back! Daphne, stop! It's just Scrappy-Doo! 2. Törvényes szavazás. A 18. életév betöltése sokak számára elég nagy dolog. Oh, Blondie! I'll be out in 300 hours. Ez akkor az, amikor a legtöbben leérettségiznek és új fejezetet nyitnak az életükben. Ez az az év, amikor jogilag és legálisnak számítanak. Vagyis szavazhatnak. A Mizu Scooby-Doo egyik epizódjában a nézők megismerkedhetnek Vilma 18 éves unokatestvérével, Marcival. Hey, that's right! You're the Corn Princess! You must be so excited! I guess it's one way to spend my birthday. Miután életkora megállapításra került, megemlíti, hogy törvényesen szavazhat, és a szavazni szó előtt egy pici szünetet tart, majd kacéran visszapillant Fredre. I didn't know today was your birthday. Yep, I'm 18. Able to legally
Vote! A szünetből arra lehet következtetni, hogy talán egy másik felnőtteknek szóló tevékenységre gondolt, mielőtt valami családbarátra váltott volna. Why would you do something like this? You're a corn princess, for goodness sake! Mielőtt lehull a lepel az első helyzetről, íme néhány igazdíjas. Deszáde olvasás. Sokat megtudhatsz egy emberről az olvasott könyveiből. 101 ghosts and ghouls. Nem kedvan. Barty Blake válasza azt sugallja, hogy ő és a felesége beosztják a romantikus pillanataikat. Barty, this is not the time for romance. I still have to sun my back. Oh, Nan, you know me better than that. It's not Tuesday. Egy érdekes dal szólal meg. Amikor a lemezlejátszó elromlik, Sir Mix-a-Lot megszólal. Scrappy-Doo majdnem káromkodik. Miután elkapták, Scrappy a kutnyeles kölyköknél is durvábban nevezi a rejtélyes csapatot. Fred gyümölcsei. Ha a banda gyümölcsdesszert lenne, Bozont azt állítja, hogy Fred lenne a banán. Méghozzá egy nagy banán. We all play an important part in this group. I mean, we're just like a big, delicious banana split. Fred, you're the big banana. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangombat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, Bozont és a marihuána. Vannak olyan rajongói elméletek, amelyek annyira hihetőek, hogy akár kánonná is válhatnának. A Scooby-Doo esetében az egyik ilyen elmélet az, hogy Bozont egy drogos. Ennek egyébként van logikája, már ha csak a karakter külsejét és étel megszállottságát figyelembe vesszük. Spooky Island finally came through with its all you can eat meal. And there's nobody I'd rather gorge myself with than you. Erre a 2002-es filmben is utalnak, amikor Bozont vonzódni kezd egy Mary Jane nevű lányhoz, és köztudott, hogy a marihuána egyik slang neve az, hogy Mary Jane. Bozont még azt is bevallja neki, hogy ez a kedvenc neve. I'm Mary Jane. Like that is my favorite name. A film egy másik jelenetében is történt erre egy utalás, amikor a csodajárgányból füsszál fel. Bár kiderül, hogy Bozont és Scooby csak padlizsánburgert csütnek, de mégis ott van az a kétértelműség az egészben, és mindenkinek elsőre teljesen más jut az eszébe a kocsiból kiáradó füst láttán. Talk about toasted! Ti szeretitek a Scooby-Doo-t? Volt olyan utalás vagy gag, amit akár még gyerekkorotokban is észrevettetek? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!